Április 14-e csütörtök van, a mai nap is azt kérem tőletek, hogy valami olyat gyakoroljatok, ami már megy. Nem azért, hogy megsimogassuk az egónkat, nem csak azért, hanem azért, mert fontos, hogy ezeket a, ezeket a már tudott dolgokat is ö, elmélyítsük. És ne csak az legyen, hogy odaértem, hogy tudom, és megyek a következő ilyen dologra hanem ha legyen idő kicsit megállni, azzal is foglalkozni. És ha már tegnap matekoltunk egy kicsit, hogy a jó eljátszások és rossz eljátszások száma hogy van, azért fontos szerintem, hogy amikor, amikor a gyakorlás és küzdelem során elértek oda, hogy valamit tudtok, akkor ne meg a gyakorlásával, és mélyítsétek el, mert kicsit olyan ez, mintha lenne egy ilyen nagy, egy ilyen lottószámhúzó, ilyen üvegbúrátok vagy urnátok, nem tudom, milyen nevennek. És ebbe a búrába a képletes golyók, golyókkal lennek reprezentálva, és a rossz eljátszások, a hibás, a próbálkozások lennének fekete golyók, és a jó eljátszások pedig a fehér golyók. Most mire eljutsz hogy valamit el tudsz játszani, egy csomó próbálkozás, egy csomó beletölt bicska élmény van mögötted, egy csomó fekete golyó van abban a bizonyos ö, ö, urnában. És, és, nyilván van benne néhány fehér golyó is, de hogy ha nem gyakorlottál, nem mélyített tovább, akkor, akkor, amikor élesben játszol, és amikor, amikor mondjuk koncertre vagy dicsőtő alkalomra kerül a sor, akkor, akkor az agyaddal azt történik sokszor, hogy így vakon belenyúl ebbe a, ebbe a edénybe, és kiválaszt egy, egy, egy golyót a, a múltad alapján. Na most, hogyha ebbe a edénybe több a fekete golyó, mint a fehér golyó, akkor... Ö, akkor nagyobb esélye fog ugye nyilván egy rossz eljátszást választani a, a fejed, és, és, sok, sok hiba ennek betudható. És azért érdemes annyival tovább gyakorolni, amit tudsz, és annyival tovább mélyíteni, hogy egyre több fehér gólya legyen ebben az edényben, és akkor jöhet bármi, játszhatsz úgy, hogy elvonják közben a figyelmedet, vagy, vagy nem kényelmes valami, nem jó hangosítás, és akkor is képes leszel nagyon jó teljesítmény nyújtani, és, és szolgálni az a alkalmatokon ott levők felé. És ez nagyon fontos dolog szerintem. Ma is kerüljön kezetekbe hangszer, és gyakoroljatok valamit, amit már tudtok, és mélyítsétek el azt. Hajrá!